Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Görög István, a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely ügyvezető igazgatója. Tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm a nézőket. Nos, hát a mai adásunkban kell, hogy beszéljünk nyilván a járványhelyzet okozta fennakadásokról, hiszen ez nem kímélte a Kempet sem. Viszont előtte, tehát nyilván a tavalyi év is szóba kell, hogy kerüljön, mert ennek ellenére azért voltak rendezvények bőségesen. Mielőtt azonban erről beszélnénk, hadd gratuláljak mindannyiunk nevében, mert bár ezt már megtettük, de most térjünk vissza a Szent István emlékérem és díj átadására, hiszen azt ön vehette át. Köszönöm szépen a gratulációt, és köszönöm fehérvári nézők, fehérvári polgárok által megnyilvánult szimpátiát, amit ez a kitüntetés követően megélhettem. 65 év, azt hiszem, hogy ez egy kis koronája ennek az időszaknak, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezzel a fehérvári közösséggel tudtuk elérni, a Honvédség és Társadalombaráti Körrel közösen, illetve a Katonai Emlékparkkal közösen tudtuk meg, azt hiszem, hogy megvalósítani azokat a feladatokat, amikkel kiérdemelhettem ezt az elismerést. Egy ilyen díj megerősítést jelent? Én szerintem azt. Igen. Igen. Nekem azt jelentette. Nekünk is, hiszen jó út a Pákozdi Katonai Emlékpark útja mindenképpen. Nos, hát a járványhelyzetet nem hagyhatjuk ki nyilvánvaló. Idestóva 3 esztendeje velünk van. És hát tekintsünk vissza egy kicsit az elmúlt évre, hiszen ennek ellenére az emlékparki nyár számos fantasztikus programot tartogatott. Azt hiszem, hogy Covid az egész világnak nagyon sok problémát okozott, és egy nagy-nagy változásnak a indukálója. És azt hiszem, hogy talán a Katonai Emlékpark, amely mindenkor arra hívja fel a figyelmet, hogy legyél óvatos, figyeljél a környezetedre, figyeljél a rezgésekre, és készülj arra, hogy a legrosszabb esetben is túl tud élni. Ezeket az üzeneteket talán egy kicsit felerősítette az, amit most járványhelyzetnek mondunk. Ugyanakkor valóban úgy van, hogy mi egy külső környezet irányába közvetítjük az üzenetünket, és hát ez a külső környezet pedig nehezebben reagál arra, hogy most éppen nem jöhet. Így volt ez a tavalyi évben is. Május 21-ig lényegében zárva voltunk. Május 21-ig a Honvédelem napja, akkor óvatosan és teljes maszkba és mindenféle védőfelszerelésre készülve bonyolítottuk le. De hát addig is sem telt üresen az óráink, hiszen nagy segítséget kaptunk honvédelmi vezetéstől azzal, hogy fel tudtuk újítani az emlékparkot, hiszen ha tetszik, hanem az idén 20 éves azok a létesítményelemek, amik eddig meghatározták a Katonai Emlékparkot. Ez alatt az idő alatt azért több százezer vendégünk volt, és ez teljesen természetesen, hát azért meglátszik mindenen. Nagyon örülünk annak, hogy a miniszter úr támogatásával egy olyan programot tudunk megvalósítani, hogy előbb-utóbb 4 évszakos lehet az az épülethalmaz, amit még eredeti tervek szerint ilyen tavasztól őszig időszakra terveztek. Emellett pedig felújításra került a harcárok és sok minden kisebb elem. Úgy gondolom, hogy talán az azt követő időszakban mi folyamatosan betartottuk a járványszabályokat. Tehát amikor nagyon laza volt a környezet, akkor is mi kértük azt, hogy tessékszeresen igenis betartani. Az épületeken belül folyamatosan maszkot hordtunk, folyamatosan fertőtlenítettünk, megköveteltük a távolságtartást, de ettől függetlenül megrendeztünk minden rendezvényt is. Az összes tervezett rendezvényünk ténylegesen megvalósult, és minden rendezvényünkön azért a járvány határ közelében volt a látogató érdeklődő közönségnek a létszáma. Érdekes, hogy ugye szeptember 29-e nemzeti ünnepünk, de azon a napon jelent meg a járványhelyzet okán
azok a szabályok, amelyek azt hiszem, hogy amelyeknek a betartása nagyon-nagyon fontos volt, és így aztán, ha úgy tetszik, sikerült átmenetet képezni a járványügyi szabályok betartásával is, hogy meg lehetett rendezni jószerivel valamennyi olyan rendezvényt, hiszen ne feledjük, hogy azért volt bőségesen az év második felében, tehát itt volt Batthyány Lajos miniszterelnök és az aradó vértanúk kivégzésének 172. évfordulója, aztán a megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulójára. Viszont amiről kérdezném, az emlékoszlop avatás, hiszen ez is egy nagyon fontos pillanat volt az emlékpark életében. Köszönöm szépen, hogy erre rákérdezt. Valóban november 2-án avathattuk fel azt az emlékoszlopot, amelyik a tűzszerész katonák emlékére áll. Ténylegesen nem csak a elhunyt tűzszerészekre, amiből szintén annak az alakulatnak nagyon sok jutott, több mint 360 halottja van fennállásának alig 60 pár éve alatt. Összességében úgy gondoltuk még eredetileg, illetve 2002-ben, amikor a emlékparknak a vázát megpróbáltuk megrajzolni, úgy, ahogy azt Gyurica Véla 98-ban megálmodta. Akkor azt gondolta, hogy legyen itt minden olyan időszaknak egy-egy emléke, amelyik ténylegesen a történetében és a nemzet történetében meghatározó. És hát kell valami olyat keresni, de azt még úgy akkor pontosan nem tudtuk, amelyik a ma békekat, tehát hogyha úgy tetszik, a békében lévő katonák helytállását legjobban szimbolizálja. És hosszú évek alatt, hiszen több mint 20 éve épül az emlékpark, jutottunk el oda, hogy talán ez a legméltóbbak a tűzszerész katonák lesznek, akik a mai napon is, hogyha riasztást kapnak, akkor az ország számos pontján az előtt talált robbanószereket semlisítik meg, illetve semlegesítik, hatástalanítják. Nagyon fontos feladatot látnak el tehát ezek a katonák, amik nem is veszélytelen. Csak az elmúlt 10 évben is közel 10 áldozata volt ennek a tevékenységnek. Nagy szakértelem mellett, nagyon nagy fegyelem mellett mégis bekövetkezhetnek ilyen balesetek. Tehát ezek ténylegesen egy hősi helytállást mutat, hiszen ma is vannak újabb és újabb katonák, akik vállalkoznak arra, hogy ezeket a feladatokat végezzék. Örültünk annak, hogy tavaly július 1-ére be tudtuk fejezni ennek az emlékkertnek, tűzszerész emlékkertnek a kialakítását, és egy nyíregyházi, így mondom, hogy baráti körnek a kezdeményezésére és az ő szervezésükkel készült el az az emlékoszlop, amely mindenkori tűzszerészeknek állít emléke. Tehát most már megerősödött, hogy Szent Lászlótól, hiszen ott van egy Szent László lovasszobor is Nagyváradról, egészen a tűzszerészekig, de ebben benne van a 48, a második világháború, az 56 értelemszerűen benne vannak a NATO egységek emlékművei. Úgyhogy kerek, de nyilván ez majd folytatódik. Mint ahogy... Hát csak hogyha beletetszenek gondolni abba, hogy e hét pénteken lesz 125 éve annak, hogy megkezdődött a békefenntartás. Tehát ez sem egy mai szülemény, mai nap is több száz magyar katona, polgári és önkéntes teljesít szolgálat a világ számos veszélyes zónájába azért, hogy ott a békét teremteni segítsék, vagy annak a fenntartásába vegyenek részt, és hát ezt a 125 éves tevékenységet is most, hogyha úgy tetszik, leghitelesebben nálunk lehet megeleveníteni és megemlékezni, mint ahogy meg is fogunk emlékezni pénteken 10 órakor egy koszorút helyezünk el. Ez üdvözlendő mindenképpen, mint ahogy az is, hogy ezekben a nehéz időkben sem feledkeztek meg a fiatalokról. Tehát volt ez a szónokot, keresünk először is. Annál is inkább, mert hogy ez egyfajta misszió a Kemp részéről, hogy a fiatalok, a magyar fiatalok igenis ismerjék meg a múltat, annak tükrében, hogy a jelenben is tudják értékelni, hogy mi minden történt évszázadokkal ezelőtt, illetve napjainkban mi történik. Utaltam már arra, hogy a katonai emlékpark
most így mondom, hogy kitalálása, ez egy tudatos folyamat volt, de összességében nem maga-magáért épült ez az emlékpark, hanem azzal a misszióval, hogy az utánunk jövő generációknak készítsük fel a haza szeretetre és a haza védelme érdekében végzendő feladatokra. Mi nem katonákat nevelünk, mi egyszerűen arra szeretnénk felhívni minden család figyelmét, hogy hát lehet olyan, hogy nincs béke, és abban az esetben is túl kell élni, és akkor is fontos feladatai ők lesznek a felnövekvőknek. Ezért is fontos az, hogy átgondolják a tevékenységet, és eljátszanak valahol azzal, hogy volt már ilyen a történelemben, és hát nincs kizárva, hogy lesz ilyen. Nagyon fontos, hogy a fiatalok felé fordulnak, és itt említsük meg azért a Honvédség és Társadalom baráti kört, hiszen számos olyan rendezvény van, amelyet közösen találnak ki és valósítanak meg. Egészen pontosan. Honvédség és Társadalom baráti kör, mint ennek egy társtulajdonosa a Katonai Emlékpark létesítményének, és azt üzemeltető Kft.-nek is, és azt a feladatot vállalta, és ezt végzi most már több mint 27 éve, hogy az ifjúság hazafias nevelésének az eszközeit, módszereit keresi, és hát azzal igyekszik minél több embert megszólítani. Az évad záróról kell, hogy szó essék. November 14-én volt a Felderítők napján egyébként. A hetedik Te magad légy, beszédes ez a cím. Uh-huh. Hát mi úgy gondoltuk, hogy ez valóban a Felderítőknek egy fontos missziója. Ők ugye Szent Mártonhoz kötik magukat, Szent Márton a védőszentjük, ennek megfelelően novemberben van, és mi nálunk a Katonai Emlékparkban november 11-es közeli vasárnapon tartjuk ezt a rendezvényt. Azt hiszem, hogy 7 alkalomat követően ez egy nagyon fontos dolog volt az, hogy ez a szintén egy felderítő baráti kör, civil egyesület megpróbálkozott azzal, hogy még tágítja a kört, és örülünk annak, hogy most már lengyel barátok itt voltak, több külföldi hagyományőrző szervezet képviselője jelen volt, és hát ez a valamikor 7 éve elindult kezdeményezés, az most már azt hiszem, hogy szárba szökke. Móga János altábornagy évfordulója volt, 160 éve hunyt el, és ez különleges lehetett annál is inkább, mert először 2021-ben volt olyan, hogy a megemlékezés szónokai a fiatalok voltak. Hát ez tavaly volt 160 éve a halálának, és hát ennek megfelelően ez egy, mi úgy gondoltuk, hogy ez is egy lehetőség arra, hogy emlékezzünk Móga Jánosra. Viszonylag keveset beszélünk róla, ugyanakkor a magyar honvédseregnek főparancsnokaként nagyon fontos szerepet töltött be abban az időszakban, amíg ő végezte ezt a tevékenységet. Akkor se volt már fiatal ember, ilyen korombeli altábornagyról van szó, aki azt követően természetesen elszenvedte azt, amit ehhez ér a tevékenységért, bár királyhűségét és császárhűsége megkérdőjelezhetetlen volt, de tudva tudta azt, hogy ezért igenis szenvedni fog. Meg is kapta büntetését, és azt követően 160 évvel ezelőtti haláláig a leszármazottai birtokán élt. Úgy gondoltuk, hogy erről a méltatlanul keveset beszélünk róla személyről, mégiscsak a gyerekeket kéne megszólítani. Valahol a fiatalokban hogy élhet az, amit mi elég sokszor mesélünk nekik, hogy mind mentek keresztül, és ezt jeleníti meg Sukorói református templomba történt haditanács eseményei, és hát mutatjuk be a Katonai Emlékpark 48-as bemutatóján is. Ez, én megmondom őszintén, hogy kicsit hitetlenkedve tekintettem azokra a kollégákra, akik ezt az egészet elindították, és akik viszont nagyon erősen hittek benne, és őket igazolta az idő. A gyerekek olyan
eszéket, olyan így mondom, hogy beszédeket írtak, amik a felnőttek megirigyelhettek, és hát olyan átszellemülten tudták előadni, olyan hitelesen, hogy valóban aki ott volt, azok előtt megidőződött ez az idős tábornok, és még nagyobb tiszteletet örvend. Ez a jövő mindenképpen. Valóban így van, és hát örülünk annak, hogy erre az ünnepségre el lehetett csalni a családot is, és a család elmondása szerint is, hogy így együtt, hogy ott volt az ükörnoka, és már a szép unoka, és még kisebbek is. Hát azért ez egy nagyon szép dolog volt. És ez volt ugye az ünnepi évadzárás, viszont, ahogy már beszéltünk róla, az a terv, hogy téli nyitvatartás is legyen, természetesen megvalósult, hiszen a Donkápolna felújítása miatt ugyan nem lehetett a megemlékezés a hősök emlékére, de azért ez megvolt Fehérváron, és azt hiszem, hogy méltó helyet kapott a Szent István művelődési házban. Hát nagyon-nagyon nagy, most így mondom, fájdalmunk az, hogy ilyen állapotba került a kápolna. A kápolna állagáról már évek óta tudtunk, és ezért évek óta folyt egy háttér tevékenység, amely abból állt, hogy ezt terveztük, felmértük, kerestünk rá forrást, és nagyon köszönjük Spány Antal püspöknek, hogy kiárta azt, hogy egy minden szükséges forrás biztosítva van rá. Ennek a kápolnának az állaga jelenleg ténylegesen nagyon megromlott. Ezt most a hétvégi vihar még tovább cifrította, és ennek következtében most már tényleg nagyon-nagyon szükség van arra, hogy amint lehet újjáépüljön, vagy teljesen felújuljon ez mikor a terület. Mikor kezdődhet a felújítás? Mi abban reménykedünk, hogy ugye ennek a kápolnának a tulajdonosa a magyar állam. Ennek megfelelően a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zárt körű részvénytársasággal Karsai Béla elnök úr, tehát a Honvédség és Társadalombaráti Kör elnöke folyamatosan tárgyal. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek májusban el kell készülnie, és abban reménykedünk, hogy május végén a Hősök napján már a felújított kápolnában lehet a püspöki mise. Visszatérve az év fontos feladataira és erre az évre, igen, ez január 12-én indult, és mint említettük, ez a február 4-i rendezvényt követően március 9-én tervezzük az évadjunk megnyitását, és március 10-11-én már szinte telt házzal üzemelünk, és ha ezt a járványhelyzet engedi, akkor ismételten nagyon sok gyerekkel lesz tele a park. Részükre készítjük elő az épületeket, újítunk, és próbálkozunk ténylegesen azzal, hogy újabb és újabb látványosságok jöhessenek létre, és az ifjúság számára egy sokkal élménydúsabb programhalmaz tudjunk teremteni. Eddig se volt kevés. De most úgy látjuk, hogy eldőlni látszik az a, hogy melyik irányba megy a pedagógia is, ha úgy tetszik, és ez az élménypedagógia tevékenységét próbáljuk mi is segíteni, és ehhez tartozóan, ha úgy tetszik, a hátteret kiépíteni. Ehhez kapcsolódik nyilvánvaló, a Nemzetemnek vagyok katonája, rajzpályázat, gyermekrajzpályázat, amelyet Idestóval 10. alkalommal rendeznek egészen meg. Egészen pontosan a 10. Hadtörténelmi, honvédelmi, kárpát-medencei gyermekrajzpályázatról van szó, nagyváradi barátainkkal közösen, ugye erről már beszéltünk Olá Lászlóval, de ez nagyon-nagyon fontos annál is inkább, mert hogy nem azért, mert pont, hogy a 10., hanem hogy egyre több jelentkező van, és fantasztikus művek születnek a gyermekektől. Azt hiszem, hogy erre is a Covid vitt rá bennünket, hogy most már nem csak ceruzával vagy rajzeszközökkel lehet kifejezni a gondolatokat, hanem a gyerekek egyre több ténylegesen olyan eszközt használnak fel, ami a modern kor eszközei. Akár a mobiltelefonos filmekről, vagy a ezzel készült fényképekről, vagy ténylegesen
elkészített kis animációkról. Tehát nagyon sokféle eszköz van arra, hogy megjelenítsék gondolataikat. És ami számunkra a legfontosabb, hogy egy-egy ilyen hívó mondatra azért elindul a fantázia. Na persze ehhez kellenek a szülők, és nagyon-nagyon nagy szükség van a hozzáértő és áldozatkész pedagógusokra, akik felhívják a figyelmet, és ráirányítják arra is, hogy hogyan lehet ezeket a gondolatokat megjeleníteni. A tavalyi évben például Szent Lászlóról volt szó, és nagyon-nagyon sok olyan Szent László emléknek a felvillantása jelent meg a rajzokon, illetve különböző ott is már audiovizuális eszközökön, alkotásokon, amik a Kárpát-medence nagyon sok ma már elfeledett templomában található ábrázolást mutatnak. És úgy gondoljuk, hogy azon túl, hogy a gyerekek, most így mondom, hogy ez a felhíváshoz csatlakoznak, mélyebben megismerik a saját környezetüket, és felfigyelnek azokra az értékekre, amik, hogy tetszik, ő saját környezetükben van, és amit sok esetben csak ezzel a felhívással ismerhettek meg. Pár évvel ezelőtt várakról volt szó, és ott is ugyanezt tapasztaltuk, hogy olyan várak jöttek elő, amik már csak a nagyszülőknek a emlékeikbe, vagy hogy a kollektív emlékezetbe már eléggé megkopott, de összességében mégis a helyiek őrizték aznak az emlékét, és jöttek elő olyan várakról szóló mesék, vagy gondolatok, amik ténylegesen ma már nem léteznek. Hát fontos az, hogy aktivizáljuk a gyerekeket, és még fontosabb az, hogy azt követően belülük egy kis közösséget hozzunk létre. És ez is tavalyi évben meg tudtuk valósítani, annak ellenére, hogy Covid volt. Tehát én azt hiszem, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és hisszük azt, hogy ezt a jövőben is ennek helye van. Mint ahogy az idei esztendő is várja a fiatalokat, és a nem fiatalokat természetesen egy igazi közösségépítő év, hiszen visszatekintünk az Aranybulla emlékévben mindarra, ami történt velünk a Édestova 800 esztendő óta. Miként készül a kemp az Aranybulla emlékévre? Hát azt hiszem, hogy közvetlenül, vagy így mondom, hogy ha történeti vonatkozásokat tekintve, talán nem. Mi, amire most készülünk, az elsősorban annak az időszaknak a megjelenítése, amire ez az egész emlékév is felkívánja hívni a figyelmet. Arra, hogy itt egy törvényes rend uralkodik 800 év óta, arra, hogy nagyon fontos üzeneteket elindítottak már jóval eleink előtt, sok száz évvel ezelőtt, és hát ennek a folytatói a gyermekek, amit nem lehet máshogy, csak egy ilyen törvényes renddel ehhez alkalmazkodva elvégezni. Fontosak azok a nemzeti tapasztalatok, amik egyébként a honvédség egészét is áthatják, amik a nemzet megmaradását szolgálják. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy erre kívánjuk felhívni a figyelmet, és elsősorban azt szeretnénk, hogyha a szülők jelentkeznének még nagyobb számba. Azt szeretnénk, hogyha a családok közösen élnék át annak a történetét, aminek mi csak a 175 éves szeletét mutatjuk be, hiszen Pákhoz 175 éve indult, és amit mi bekívánunk mutatni, az a 175 év folyamata, és az, hogy ezzel a mai nappal nincs vége a történelemnek. Így van, egyetértek önnel, és hát pontosan ezért fontos a figyelemfelhívás, hiszen ebben az esztendőben is nagyon fontos szerepet tölthet be az életünkben, visszatekintéseinkben a Pákozi Katonai Emlékpark. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok ehhez az évhez önöknek, bízunk abban, hogy a koronavírus járvány nem teszi lehetetlenné a tervek megvalósítását. Hajrá! Köszönjük szépen, és betartva a szabályokat meg fogjuk tenni ezt az évet is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a vendégem
Mel mai napon Görög Istvánnal, a Pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezető igazgatójával az elmúlt esztendő, illetve az idei év feladatairól, programrairól beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!